Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit, egy nagyon érdekes, színvonalas témával fogunk jelentkezni önöknek a mai adásunkban. Azt hiszem, hogyha azt mondjuk, hogy padlás és valahol Európában, tulajdonképpen szimbolizálhatjuk ezekkel a darabokkal a jótékonykodást, az esélyegyenlőséget és hát természetesen az összetartozást. Ezzel fogunk foglalkozni a mai Esti Mérlegben, érdemes velünk tartaniuk. És hát itt van velünk Kaiser Tamás elnökségi tag az Alba Triatlon esétől, illetve Cetl Andrea az Alba Triatlon ese elnöke. Jótékonykodás, jótékonysági program, ezzel fogunk ma foglalkozni, talán kezdjük a történet elején, hogyan is indult maga az a kezdeményezés, ahogy hát tulajdonképpen a sportegyesület elindult a jótékonykodásnak az útján, kérdezem ezt Andreától, szervusz, szia! Jó estét kívánok! Igazából a Szeretett Színházzal egy sportesemény kapcsán találkoztunk, az egyik színészők futó, hobbi futó, aki már évek óta jön hozzánk Székesfehérvárra, és ő is itt fut, és innen jött az ötlet, hogy valahogy egybe kapcsoljuk a futást, a sportot ezzel a színházi darabbal, dolgokkal. Korábban interjúztunk már veled, Andi, és felírtam egy fontos szót ide a papíromra, integráció, talán ez volt az egyik legfontosabb üzenete annak a kezdeményezésnek, vagy mondjuk inkább úgy, hogy akciónak, amiben tulajdonképpen ti belevágtatok. Integráció, hogyan is kapcsolódik ez magához a programhoz? Gyógypedagógus vagyok, sérült gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozom, természetesen nekem ez szívügyem, hogy őket megmutassam mindenkinek, illetve azt, hogy ők mire képesek, mennyire olyan képességeik vannak, és mennyi szeretetet tudnak adni, amit mások el sem tudnak képzelni. És aztán eljutunk egészen a padlásig tulajdonképpen, ami júniusban volt, hogyha jól emlékszem, júniusban adták elő a ép, illetve sérült gyerekek, felnőttek a színpadon, a MOL Arena színpadán. Hogyan is indult maga ez a program, miért pont a padlás, miért erre gondoltatok, és kivel közösen? Hát ugye Iváncsi Zsolt, én is köszöntöm a kedves nézőket, szervusz, hát Iváncsi Zsoltról van szó, szóval Magyar Forrest Gumpról, akivel, hát én most már 5.-6. éve kapcsolatban vagyok ugye azáltal, hogy ő már nagyon régóta jár ugye ide Fehérvárra futni a félmaratonra, amit ugye az Egyesület rendez, és ő már korábban is nagyon sok jótékony akcióban vett részt. Valamiért neki Fehérvár ilyen kicsit ilyen szíve csücske lett, lehet, hogy azért, mert Balatonszemes ide Budapesten él, a kettő között vagyunk valahol félúton, nem tudom. És hát nyilván maga az Egyesületnek az alapszabályába is, ha már szóba került az integráció, annak idején ezt belevettük, és én azt gondolom, hogy ez a világ ez attól tud jól működni, hogy az, akinek van, az ad azoknak, akiknek nincs. És ugye ebben ezen a világon tényleg a gyerekekre kell a legjobban figyelni, hiszen ők védtelenek, ők még nem tudnak magukra úgy vigyázni, mint mi felnőttek, nem szedték össze azokat a páncélokat, amiket mi az évek alatt össze tudunk ugye szedni, és ezen belül pedig természetesen talán a legvédtelenebbek a sérült, fogyatékkal élő gyerekek. És ugye Zsolt is, amikor elkezdett hozzánk járni a Fehérvár félmaratonra, akkor itt a Fehérvári Gyermekotthon lakóinak gyűjtött. Ugye őről a legjobb, vagy a legfontosabb tudnivaló az, hogy minden olyan futóversenyen, ahol ő részt vesz, tol maga előtt babakocsiban egy vagy két állami gondozott, sérült, beteg gyerkőcöt. És aztán, amikor idén tavasszal leültünk arról beszélgetni, mi legyen, kinek gyűjtsünk, hogy történjen a gyűjtés és a jótékonykodás a Fehérvár félmaraton kapcsán, akkor dobta be ötletként, hogy figyelj, Kajzi, van itt egy szeretett színház, ahol épek és egészségesek szerepelnek együtt a színpadon, és mi lenne, hogyha valahogy összekötnénk ezt a futóversennyel. Én akkor azon a beszélgetésben, és nekem még ez nem esett le elsőre, de gyakorlatilag, hogy a belvárosból ideértem a médiacentrum, és közben fölhívtam telefonon Andit, és ezt elmondtam neki, gyakorlatilag 3 perc alatt állt össze az ötlet, hogy tudjuk a futóversenyt összekötni a színházi előadással, és hogy tudunk segíteni a már említett sérült gyerekeknek. Ugye nyáron az 1000 éves iskolának gyűjtöttünk, és az ott tanuló gyerekek mindennapjait tudtuk ezzel egy picit könnyebbé, színesebbé tenni. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ti emberként és az Egyesület tagjaiként, vezetőiként, illetve szakemberként, mint gyógypedagógus, ti azért fontosnak tartjátok egyébként is azt, hogy jótékonykodjatok. Így van, ez nekünk szívügyünk, úgy gondolom, és még itt meg sem álltunk, mert
további terveink is vannak. Ez egy ilyen üzenet is egyébként civileknek más jótékonysági programok kapcsán, hogy esetleg ez egy olyan üzenet, amivel felhívjátok a figyelmet erre, hogy van, igenis fontos. Szerintem mindenképpen fontos, mert azért azt lássuk be, hogy a sport, főleg a triatlon nem egy olcsó sportág. Itt azért, és ez csúnyán fogalmaz, itt azért vannak tehetős emberek, nem csak a mi egyesületünkben, és vannak persze kevésbé tehetősek, vagy vannak olyanok, akik nagyon ütött-kopott biciklivel érkeznek hozzánk, vagy kopott futócipővel, de azért az általában elmondható, hiszen hogy önmagában egy jó kerékpár az már több százezer forint. Akinek van pénze több százezer forintos kerékpáron ülni mondjuk, vagy több tízezer forintos futócipőben futni, miért nem mondhatná azt, hogy most van nekem akár 2500 forintom arra, hogy vegyek egy jegyet, ugye akár a hétvégi valahol Európábanra, és ezzel segítsen mondjuk azokat, mert most ugye olyanoknak gyűjtünk, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy kerékpárt vegyenek, és mi azt látjuk egyébként az egyesületen belül, hogy még mindig a kerékpározás az a legnépszerűbb mozgás és sportforma, amivel a gyerekeket föl lehet állítani a számítógép mellől, és ki lehet őket vinni egy kicsit a szabadba. Egy olyan mozgásforma, amit egyébként apa, anya és a legkisebb gyerekek akár egy futóbiciklivel együtt tud csinálni. Miért pont azok maradjanak ki ebből, akik ezt nem tudják maguknak megengedni, ezért választottuk ugye idén a SETA-t fő partnernek és az ő partnercsaládjaikat, és nekik gyűjtünk kerékpárokra, hogy azok a gyerekek, akik egyébként szeretnek, tudnak kerékpározni, vagy valami nagyon ütött kopott 600 éves, bocsánat a kifejezésért, kerékpáron ülnek, ők most miért ne örülhessenek annak, hogy karácsonyra a fa alá esetleg ennek az akciónak a keretében oda kerülhet. Hova tovább azért is, mert jövőre ugye itt lesz majd a Giro d'Italiának a harmadik szakaszának a rajtja. Szerintem óriási megmozdulások lesznek majd előtte a tavasz folyamán, rengeteg kerékpáros akció lesz, én azt gondolom. Miért maradjanak ebből ők ki? Azért, mert nem tudnak kerékpárt venni? Hát mi ebben szeretnénk segíteni, és bízom benne, hogy tényleg sokakban megmozdul valami abba az irányba, hogy ha nekem van, és abból egy picit tudok adni, akkor miért ne adjak? Ugye szerintem ezt az elmúlt hetekben láttuk Zente és Levi példáján is, hogy akár 7-800 forintos adományokból össze tud jönni egy nagy. Sok kicsi sokra megy. Mert hogy ugye most bicikli, kerékpár tulajdonképpen a Valahol Európában című darab színpadra állítását követően azt a bevételt, ami ott összejön, kerékpárokra fogjátok fordítani, ugye már elhangzott a SETA-val közösen. Hogyan kell ezt majd elképzelnünk nekünk, Andi? Hát összesítjük a végén természetesen a befolyt összeget, és ebből fogunk gazdálkodni. Ezután tudjuk majd felmérni, hogy hány darab kerékpárt tudunk vásárolni, illetve ugye összeülünk a szetásokkal, és eldöntjük, hogy milyen korosztálynak, milyen kerékpárokra van szükségük, és azokat fogjuk megvásárolni. Mikor láthatjuk a Valahol Európában című darabot, és hol pontosan? Vasárnap 5 órakor MOL Aréna Sóstó. Vannak még jegyeink, és majd a helyszínen is lehet még vásárolni. Hol lehet egyébként a jegyekre szert tenni? Most jelenleg a Cutler edzőtermekben. Mit vártok egyébként magától a kezdeményezésről, az akciótól? Ugye ez most a második idén, és tervezitek-e azt, hogy tulajdonképpen belefolytok még egy-egy ilyen jótékonysági akcióba? Én azt várom, hogy tényleg sokakban megmozdul valami így az adventi időszak előtt, és hát nem titok, hogy tervezünk még karácsony előtt egy újabb akciót. Én mondom, tehát az én véleményem az, hogy ha mi ezt be tudjuk vállalni, ennek a lebonyolítását, és ennek a és mi tudunk azzal segíteni, hogy a munkát ebbe belerakjuk, hogy ez az előadás, vagy előadások megvalósuljanak, és ezáltal tudunk segíteni másoknak, akkor szerintem ez egy nagyon-nagyon jó folyamat tud lenni, és én nagyon bízom abban, hogy ahogy egyébként vannak más egyesületek, akik például a SETA-val is dolgoznak együtt, ugye a kosarasok, kézisek, és sorolhatnám még, tehát szerencsére vannak, de hogy tényleg esetleg azok az egyesületek, akik eddig még nem vették ki a részüket a társadalmi felelősségvállalásból, azok most ebbe beleállnak, mert nem feltétlenül kell, tehát mi sem vagyunk egy gazdag egyesület, mi sem tudunk milliókkal vagy tízmilliókkal dobálózni, de hogyha ilyen lehetőséget tudunk biztosítani, hogy nem egy szimpla gyűjtés, ami önmagában is egyébként szerintem nagyon-nagyon jó kezdeményezés, de hogyha tudunk mellé adni valamit, aminek lehet együtt örülni, akkor talán tényleg valami megmozdul. Én egyébként azt érzem, azt tapasztalom, hogy szerencsére most az elmúlt hetekben, hónapokban több olyan téma kapcsán is összefogott akár a város,
vagy akár az ország, ami azt gondolom, hogy azt vetíti előre, hogy azért ez a világ talán még nem érett meg a pusztulásra. Azt hiszem, azért mondhatjuk, hogy a város valóban nyitott ezekre a jótékonysági támogatásokra, illetve programokra. Miért pont a SZETA? Tehát, hogy mikor fogalmazódott meg bennetek az, hogy a szegényeket támogató alapítványt szeretnétek bevonni ebbe a támogatásba, vagy ebbe a programba? Tehát ez már megfogalmazódott egyből a fejetekbe, vagy itt azért nyilván minek után van rengeteg ilyen alapítvány, szervezet, vaciláltatok, vagy tényleg ők voltak az elsők a ti fejetekben, amikor megfogalmazódott? Hát igazából az első. Az első volt. Hogyan fogadták ők egyébként azt, amikor ti elmondtátok nekik, hogy rájuk gondoltatok? Hát ennek azért mindenki örül. Tehát az iskola is nagyon örült, nyilván szeretnénk most is az iskola diákjait valahogy jutalmazni, tehát nekik is szeretnénk majd legalább egy kerékpárt vásárolni, de ők is nagyon-nagyon örültek, és rögtön mellénk álltak, és mondták, hogy természetesen támogatnak, segítenek, jönnek, hát, nagyon hálásak. Hát igen, ugye sajnos az a helyzet, hogy azért van jó néhány partner családjuk, és hát nyilván az lenne az üdvözítő, hogyha mondjuk a szegényeket támogató alapítvány néhány év múlva nem kéne, hogy működjön. De hát minden segítségnek örülnek, főleg tényleg így karácsony előtt. Én azt gondolom, hogy azért én bízom benne, hogy sok gyerkőcnek, sok családnak tudunk örömet szerezni, és valami kis plusz boldogságot lopni oda a fa alá. Ugye Szontágné Erikával is beszélgettünk korábban, ugye a napokban így közösen összeültünk, és azt mondta, hogy nagyon örül ennek a kezdeményezésnek, és hát ugye majd az ünnepélyes átadó, ami majd megtörténik a bevétel megszámlálását követően, várni fog titeket is, tehát ugye behívja a családokat az ünnepélyes átadóra, amikor a kerékpárokat átadják, de természetesen ragaszkodik hozzá, ugye ti is ott legyetek, mint kezdeményezők. Tudjuk-e azt már, hogy esetleg milyen időintervallumban történhet meg maga az átadás, vagy ez majd a program után az összegnek a megszámlálása? Szerintem ez hamarosan, tehát lemegy a program, és szerintem egy-két héten belül. De mindenféleképpen azért karácsony előtt, az egészen biztos. Itt tényleg fontos cél, hogy ezek a kerékpárok karácsony előtt átadásra kerüljenek, és akárcsak jelképesen is, de oda kerüljenek a fa alá. Szeretett színházzal egyébként milyen a kapcsolat? Tehát, hogy amióta mondjuk ti közösen munkálkodtok a programjaitokban, a támogatásokban, az ő velük való közös munka milyen? Hát ők most hetente járnak be hozzánk az iskolánkba, minden csütörtökön próbálnak a gyerekek, nem csak a darabra, hanem egyébként is ilyen drámafoglalkozásokat tartanak. Hát a gyerekek ezt imádják, mindenki be akar kerülni a drámacsoportba, úgyhogy ez most motiválólag is nagyon jó nekik, úgyhogy hát remélem, hogy sokáig megmarad ez az együttműködés velük. Mióta zajlik a próba pontosan? Ahogy elkezdődött ez az idei tanév, rögtön szeptembertől. Kiválasztottuk a gyerekeket, megvoltak a válogatók, kik alkalmasak erre, és azóta próbálunk. Mondhatjuk tulajdonképpen talán úgy lesarkítva, hogy feszegetjük itt a határokat, illetve feszegetik a határokat azok, akik a programban részt vesznek, jelen esetben ti is, hogy tulajdonképpen megmutassátok azt, hogy azok a gyerekek is, akik esetleg az épp gyerekekkel együtt, vagy épp felnőttekkel színpadra lépnek, és megmutatják magukat, azok a sérült gyerekek is ugyanolyan, éppen olyan értékekkel bírnak, mint azok a társaik, akikkel a színpadra lépnek. Hogy van ebben egy ilyen bizonyítási vágy, hogyha lehet így fogalmazni, hogy ezeknek a gyerekeknek is bizony, hogy ott vannak azok az értékek. Hát így van, ezt tökéletesen megfogalmaztad, ennek ez a lényege. Nem csak a sportban, hanem egy ilyen kulturális eseményen is ott van a helyük, és helytállnak. Te, mint gyógypedagógus, bocsánat, mindjárt visszatérünk a Tamás szavaira, ne felejtsd szavad. Te, mint gyógypedagógus, hogyan állsz ilyenkor a gyerekekhez? Egyáltalán ilyenkor részt veszel-e a próbákon? Ezt nekünk, vagy a nézőknek hogyan kell elképzelni? Én sajnos nem mindegyik próbán veszek részt, erre vannak kolléganőim, akik ők ezt vezetik, de sokszor belátogatok hozzájuk, megnézem, hogy hol tartanak. Volt már az iskolán belül is bemutatójuk, ahol mindenki láthatta, hogy milyen munka folyik, de ők nagyon jó boldogulnak így ebbe a kis zárt közösségbe, nem kell, hogy állandóan felügyeljük őket.
Volt itt még valamiféle hozzászólás. Ja, nem, csak azt akartam mondani, nyilván nem bizonygatni kell itt semmit igazából, hanem tényleg csak megmutatni, hogy vegyük őket észre, tényleg sérült fogyatékkal élő gyerekeket, felnőtteket, embereket, tehát hogy igazából nem hiszem, hogy bizonygatni kell, tényleg igazából csak megmutatni, hogy vegyük észre, hogy ők is ugyanolyan részesei a társadalmunknak, mint akár te vagy én. És akkor valahol Európában, azt hiszem, hogy a darabnak már címe nagyon sokat elárul nekünk, és azoknak, akik most nézik a műsort. Mikor lesz pontosan, tehát még egyszer mondjuk el a pontos dátumot és az időpontot, hogy hova és mikor várják a nézőket? November 10-e, most vasárnap, és délután 5 óra, MOL Aréna, Sostó rendezvénytermen. Andi, Tomi, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk a mai esti mérlegben, és megosztottátok velünk a gondolataitokat, illetve a közeljövőbe tervezett terveket, programokat. Én remélem, hogy hamarosan újra találkozunk veletek majd a program, illetve a jótékonysági est kapcsán. Én köszönöm az esti mérleg nézőinek, hogy ma is velünk tartottak. Szép estét kívánok Önöknek. Viszontlátásra!